A mai napon kezdetét vette a 7. magyar speciális független filmszemle, amely a Nemzet Színésze címmel is kitüntetett színművész Törőcsik Mari előtt tiszteleg. Kecskés Lilla megnyitó helyszínéről jelentkezik. Mérföldkőhöz érkezett a 7. magyar speciális független filmszemle, idén több szempontból is különleges alkalmat ünnepelnek. Erről beszélgetek Fábián Gáborral, a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület elnökével. Ugye különleges az alkalom, mert hogy rekordszámú nevezés érkezett, ráadásul külföldről is, mert hogy nemzetközi szintérre léptek. Honnan és milyen alkotások érkeztek? A világ számos országából, összesen 50 országból érkezett 230 alkotás idén, ami minket is meglepett, és nagyon örülünk neki, egyébként nagy izgalommal álltunk így a feladat elé, még hogyha egy kicsit nagy teher is nehezedett így most ránk. A filmekről azt lehet elmondani, hogy többségében a nemzetközi mezőny volt erősebb, ami tehát a magyarhoz képest ilyen szempontból, ami azért nagyon érdekes, mert ott azt a fajta szemléletet próbálták inkább bemutatni számunkra, hogy a professzionális vagy a hivatásos filmesek miként látják a sérült embereknek az életét bizonyos országokban. Ugye ez nagyon izgalmas olyan szempontból, hogy itt a különböző és nagyon-nagyon sok országnak a különböző kulturális különbségeiből adódnak nagyon érdekes eltérések, és ez nagyon izgalmas így a filmmel látni. Csak Indiából 40 film érkezett, de Iránból rengeteg film érkezett, de gyakorlatilag a Latin Amerikától elkezdve Ausztrálián át nagyon sok helyről érkeztek filmek. A magyar mezőny, tehát az itthoni mezőny, mi vigyázunk egy úgynevezett speciális filmes mezőnyre, amit fogyatékkal élő emberek csinálnak, tehát úgy szoktuk mondani, hogy a leghitelesebb forrásból jönnek elő így az ötletek. A zsűri erre figyel egyébként, vagy hát az értékelők erre figyelnek, hogy ilyen szempontok szerint nézik meg, tékelik ezeket az alkotásokat. Minden kategóriában fognak díjazni? Ez a kettő szekció, vagy verseny mezőnyt lehet inkább így megkülönböztetni, a speciális filmest és a nemzetközi versenyfilmeket. Természetesen mindegyikben lesz díjazás. Számunkra különböző ilyen fantázia nével ellátott díjak vannak, mint például az Arcaink nagy díj, vagy az Együtt nagy díj, vagy az Aranyszár nagy díj, nyilván a kreativitásért. Tehát ilyen jellegű díjakat adunk át évről évre, és így osztva, tehát mind a két mezőny megkapja azt a fődíjat, akár ugye a pénzdíjak is ugyanúgy el vannak felezve, és úgy kapják meg. Idén ugye Törőcsik Mari előtt tiszteleg a filmszemle. Hogyan? Hát a Törőcsik Mari művésznőnek mi nagy hálával tartozunk, mert a 2015-ös filmszemle megvalósításában ő tevékenyen részt vett. Akkoriban ő segített nekünk, én többször akkoriban volt alkalmam találkozni vele, tehát igazából az volt a számomra nagyon felemelő, meg nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ő odafigyelt erre a dologra, hogy van ilyen is, és el is jött személyesen, és az első filmszemlén köszöntötte a résztvevőket, úgyhogy nagyon izgalmas volt ez a dolog, és tehát örök hálánk van, és emiatt ugye, hogy idén távozott ebben az évben, mi mindenképpen tisztelegni akartunk előtte, és lesz egy kis rövid megemlékezés, és utána Makkároly szerelem című filmét nézheti meg majd a közönség. Köszönöm szépen, és idén először egyébként a filmszemle 3 napig tart, a Szó most a stúdióé. Lillának köszönjük, a folytatásban Kószó András fotós lesz a vendégünk,